Kollégium, az ELTE Szavária Egyetemi Központ minden felvett hallgatójának jut hely. Évforduló. Országos találkozó lett a Szombathelyi Haladás Vasutas Nyugdíjas Klub jubileumi ünnepsége. Textilvarázs. A PowerPol technikával készült alkotások a Kámuni Arborétumban láthatóak. Köszöntöm nézőinket, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Rendkívüli közgyűlésen adtak témát településfejlesztési döntések a szombathelyi képviselőknek. A csütörtökön elfogadott határozat után következnek a lakossági egyeztetések a témában. 113 pontos munkafüzet foglalja össze Szombathely település rendezési terveit. A csütörtökön tárgyalt előterjesztés sorra veszi például új kertvárosi lakóterület, kereskedelmi szolgáltató és idegenforgalmi terület kijelölését. Most olyan dolgokat vettünk ki, amikről nyilvánvalóan azt éreztük, hogy ez nem közérdek, és hogy nem is érdemes róla megkérdezni a lakosság véleményét sem, mert mi se tudnánk támogatni. Amint egy órás vita után kisebb módosításokkal elfogadták a határozatot. Még most sem csak a lakossági egyeztetés, tehát valójában most a lakosság által bejött kérelmekről születik egy olyan döntés, hogy megy tovább, és utána a többi lakó, nem csak a kérelmezők, véleményt mondhatnak erről, és hogyha azt látjuk, hogy nem érdek a városnak az adott kérelem, akkor azt majd a későbbi közgyűlésen a törvény szerint kihúzzuk. Tehát valójában ez most egy munkafolyamatnak a része. A határidő sürgetett, ezért kellett rendkívüli ülésen tárgyalni az előterjesztést. A lakossági egyeztetések, fórumok után a rendezési terv októberben lesz majd végleges. Kétszer annyian pályáztak kollégiumi férőhelyre idén-nyáron, mint tavaly az ELTE szombathelyi képzéseire felvételt nyert hallgatói közül. Minden kérelmezőnek jutott hely valamelyik kollégiumi épületben. A diákotthonokban körülbelül tized annyi a lakhatás költsége, mint a szombathelyi albérletekben. A nyár utolsó hónapjában a diákotthonokban azon dolgoztak, hogy mindenkinek jusson szoba. A felvételi ponthatárok kihirdetését követően a szokásosnál jóval többen jelentkeztek az ELTE Szavária Egyetemi Központ kollégiumaiba. Szerencsére mindenkinek tudtunk kollégiumi férőhelyet biztosítani, megpróbáltunk minden igényt kielégíteni, mind a külföldi hallgatók, mind pedig az egyetemre bejövő magyar hallgatók igényeit megpróbáltuk kielégíteni, és úgy konstatáljuk, ez egy hatalmas logisztikai munka volt a kollégáimnak, hogy mindenki most már megtalálta a helyét, és kezdhetnek beköltözni a kollégiumba. A külföldi hallgatók számára 54 férőhelyet biztosít az egyetem a Deák utcai kollégiumban. A magyar hallgatóknak a Magyar utcai és az Ady téri épületekben összesen 573 férőhely áll rendelkezésre, ebből 217 hely az első éveseké. Itt a kollégiumi térítési díjak a férőhelyek minőségi kategóriájától függően havi 12.000 és 15.000 forint között vannak. Ez hozzávetőlegesen tized annyi kiadást jelent, mint az átlagos szombathelyi lakbér költsége. Nagyon sok előnye van a kollégiumnak. Egy szempont az, hogy sokkal olcsóbb, mint egy albérlet. Tehát ilyen havi mennyi, kevesebb, mint 15.000 forint itt, havonta egy, amit kell fizetnünk. És a másik pedig a közösség egyébként, hogy itt nagyon sok ember van, akit meg tudsz ismerni. A kollégiumokban a fejlesztések és felújítások folyamatosak. Tavasszal például hűtőgépek és bútorok kerültek az épületekbe, szeptemberben új székek érkeznek. Jelenleg kétágyas és háromágyas szobákban laknak a hallgatók. Országra szóló találkozó lett a Szombathelyi Haladás Vasutas Nyugdíjas Klub 40 éves évfordulójának megünneplése. Az Országos Szövetség 48 klubja közül Szentes, Kétegyháza, Sopron, Székesfehérvár, Budapest, Nagykanizsa, Tapolca és Celldömölk vasutas nyugdíjasai képviseltették magukat az ünnepségen. A vasutas közösség egykori és mai összetartó szellemiségéről szóltak a köszöntések a Puskás Tivadar Szakképzőiskolában rendezett jubileumi programon. A házigazdáké volt a legnagyobb taps a Puskás Szakképzőiskola ebédlőjében a Szombathelyi Haladás Vasutas Nyugdíjas Klub jubileumi ünnepségén. Személyes hangú köszöntés szólt a tagoknak. Talán egy kicsit ismerősen csengve, nem az talán azért lehetséges, főleg a soproniaknak, mert én drága napai nagyapám az egész életében felhívott.
Szentmiklósi vasútállomáson dolgozott vasúti tisztként, majd az állomás főnökeként fejezte be a pályafutását. Úgyhogy én szó szerint a gyerekkorom az a sinek között telt el. Az alpolgármester arról is beszélt, hogy öröm látni az aktív klub életet, amely a szombathelyi klubot is jellemzi. Egy ilyen szép ünnepet találkozunk, amikor egy klub már 40 éves. Gondoljunk csak a magunk életére, hogy mit jelent az, hogy 40 év. Az ifjúságunk egy része, de a nyugdíjas klubok, ahogy a öregszenek, egyre jobban, egyre többet tudnak, és egyre jobban kapcsolódnak a saját maguk és a szövetség életébe is. A szombathelyi klub tagsága havonta kétszer találkozik. Aktivitásukat jelzi, hogy nemrégiben együttműködési megállapodást kezdeményeztek Szombathely önkormányzatával. Tanszercsomagokat osztottak a Roma Nemzetiségi Önkormányzat telephelyén. Szombaton Gríz a kertmoziban. Természettár és szimfonikus előadás az Aktív Időskor programban szeptember közepén. Rövid híreink következnek. . 64 tanszercsomagot osztottak ki szerda délután a Roma Nemzetiségi Önkormányzat telephelyén. A csomagokat különböző korcsoportoknak megfelelően állították össze az elsősöktől a 12. évfolyamosokig. A tanszereket Nemény András polgármester, László Győző, Horváth Csoma és Horváth Attila alpolgármesterek, valamint a Hárofit munkatársai adták át a rászoruló családoknak. A csomagok kiosztása a városvezetők felajánlásának köszönhetően valósulhatott meg. Elérkezik a kertmozi ideje. A kedvezőtlen időjárás, az esőzés miatt már kétszer el kellett halasztani az Agóra zenés kertmozi vetítéseit. Legközelebb a Grease című film kerül vászonra, szombaton 20 órakor lehet megtekinteni az emlékműdombon. Zebrát alakítanak ki a városszéli nagyáruházhoz vezető szakaszra. A munkálatok már a héten megkezdődtek, a napokban az áramhálózaton dolgoztak. A készülő gyalogátkelő az ott élők és az arra közlekedők biztonságát egyaránt szolgálja. Két ingyenes programon vehetnek részt a szombathelyi lakóhelyen rendelkező 60 év feletti nyugdíjasok az önkormányzat Aktív Időskor Szombathelyen elnevezésű programsorozatának keretében. Szeptember 12-én, 19-én és 20-án a Természettár Gombák Földjén című vándorkiállítást nézhetik meg a vásárcsarnokban. 13-án és 14-én pedig a Szavária Szimfonikus Zenekar előadását tekinthetik meg. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött. További információt a szombathely.hu oldalon találnak. Textilvarázs a Kámoni Arborétumban. Vas Albert erdélyi magyar író-költő munkái inspirálták azokat az alkotásokat, amelyek az úgynevezett power pole és vegyes technikával készültek. A látogatóközpont emelletén lévő tárlat szeptember végéig áll nyitva az érdeklődők előtt. Virágok és pillangó mellett ez a madár szinte kirepül a képből. Itt rózsák nyílnak a kiállító térben. Térben készültek a fali képek. A kreatív újrahasznosítás jegyében született meg az itt használt úgynevezett power pole technika. Ezek textil szobrászati alkotások, de nagyon sok esetben kombinálva vannak más technikákkal, ugyanúgy olajfestés, akrilfestés, stencillezés, szalvéta technika, tehát millió más kombinációval készülnek a képek. Zömmel kimondottan erre a kiállításra készültek ezek az alkotások, és mindenki szívét, lelkét beleadta, mert Szombathelyen most van az első olyan igazán nagy bemutatkozásunk. Őket hívta meg a Kámoni Arborétum. Az ország minden területéről jöttek kiállítók, sőt a határon túlról, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, Németországból is érkeztek powerpolosok. A fővédnök László Győző alpolgármesterrel és a csoport vezetőivel együtt a megnyitón elismeréseket is átadtak. A textilvarást Bokányi Adrien tanácsnok nyitotta meg, aki elmondta, hogy korábban ő maga is alkotóművész volt. Egy speciális kötőanyagot, ragasztóanyagot használva, ami átitatja teljes egészében a textil szálakat, különböző anyagokat, különböző természeti elemeket is be lehet építeni az alkotásokba, és ezzel gyakorlatilag megadni a pillanatoknak a lényegét, és az ideát formába önteni és formába zárni. De ezen kívül azáltal, hogy elemeket építünk be egy adott műalkotásba,
Ez lényegében bizonyos értelemben egy új hasznosítást is jelent. A fenntarthatóság a város életében is kiemelten fontos. A kiállítók most Vas Albertet, a természet szerelmesét, az erdélyi magyar írót, költőt választották múzsaként. Az alkotók neve mellett szerepelnek az idézetek, amelyek motiválták a munkát. Ennek a kisplasztikának az alkotója Darnó Zseliből érkezett. Egy része a kisplasztika, maga a fejek, és akkor hozzá a többi rész a PowerPoint termékcsaládnak a anyagával készült, egy eperfakéreggel, amit hátul látható, ez a két oldal, és maga a haj, az meg fonalból, tehát az egy bontott fonal, és az van hozzá applikálva, és egy aranyfüsttel is egy kicsit a napnak a közepét azt is hozzátette. Boldog nő sétál a rózsák között. A tatai alkotóművész rózsaszín árnyalatú képe vegyes technikával készült. Ez a képem selyemfestés és PowerPoint technikával készült, és nagyon megtetszett Vas Albertnek az egyik mondása, főleg ebbe a mai világunkba, hogy azért nagyon, nagyon nehéz háborús időszak van, és itt ebbe a mondásba azt írja, hogy annak örüljünk, ami van, örüljünk a szépnek, vigyázzunk a környezetünkre, és legyünk boldogak. Legközelebb Füzesabonyban nyílik a paverpolosoknak tárlata, akkor Madács Imre soraiból merítenek ihletet. A szombathelyi textilvarást szeptember végéig tekinthetik meg a látogatók a Kámoni Arborétum kiállító termében. A magyar válogatott összetartását követően folytatódott az élvonalbeli futszál bajnokság. A címvédő haladás együttese két megnyert mérkőzést követően Maglódon folytatta a győzelmi szériáját, és 5 gólos sikert aratott az idegenbeli fellépésen. Augusztus közepén kezdődött meg a férfi futszál NB1-es bajnokság alapszakasza. A címvédő haladás csapata magabiztos teljesítménnyel a Magyar Futszál Akadémiát és a pécsi PTE Peac gárdáját is legyőzte. A magyar válogatott összetartása miatt egy hetes pihenőt követően folytatódott a pontvadászat. Az újonc Maglód ellen szerette volna folytatni győzelmi sorozatát a vasi alakulat. Már a második percben megszerezte a vezetést a haladás. Drót Zoltán forgatta meg védőjét és lőtt a hálóba. Gyorsan egyenlített a Maglód, a középkezdés után felépített akció végén egalizált Simon Zsolt. Ezután magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a címvédő és tetszetős támadásokat építettek. A játékrész derekán pedig a hatékony letámadás is meghozta a gyümölcsét. Vatamaniusz Bartal szerzett labdát, majd egyedül megoldotta a feladatot és kilőtte a hosszú sarkot. A 2-1-es első félidőt követően a folytatásban is a haladás akarata érvényesült. Bár jól védekezett a hazai együttes, egyre jobban fáradtak, amit jól használt ki a szombathelyi támadósor. Drót Zoltán átlövését követően még inkább magabiztossá váltak a vendégek. Majd a kitámadó maglódi játékosokról tanítani való módon fordultak le a hali futszálosai. Alig 3 perc leforgása alatt Hajmási Milán, Kovács Máté és Luigi Longo is betalált, ezzel végérvényesen eldöntve a találkozót. A 3 pont mellett annak is örülhetnek a szombathelyi szurkolók, hogy a bajnokságban már csak 2 együttesnek hibátlan a mérlege. A Veszprémet jobb gólkülönbséggel előzi meg a lista vezető haladás. Pénteken pedig újabb összecsapás vár Felipe Conde csapatára, amely 6:30 az Újpesttel mérkőzik meg a Rohonczi úti sportkomplexumban. Önök a szombathelyi televízió híradóját látták, műsorainkat az stv.hu címen, illetve Facebook oldalunkon is megtekinthetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!